Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vörös Tösikcén YouTube csatorna, Ricsi vagyok, és egy újabb azon mérkőzés elemzésen szeretnék nektek kedveskedni ezen a csatornán, ahol is Tóth Benji játszik ellenfeleivel, Leolásztal, és ez egy Ghost-Ghost felállás lesz. A Benji a szokásos Chopper, Zebo és Braylen összeállítását hozza, Fire Control System, Ion Cannonnal, Libóval, Han Solo-val, Ion Projectorral, Ghost-tal, Zaboreolis ugye a Phantom Tartó segítségével bedokkolva, és Braylen pedig Gunner L3A2-es és a címmel együtt egy nagyon veszélyes, stresszelő ellenfél lesz. Mindemellett a ellenfele Leolath pedig egy, nem vagyok benne most 100% biztos, hogy ez a Hera Ashoka összeállítás, vagy pedig ennek egy változata, de a Yavin Openen lett második egy Hera Ashoka összeállítás, és akkor teljesen meg lehet az embereket, hogy ez egyáltalán miért jó. A trükk az, hogy egy accuracy korrektoros, finlézer turretes, navigátoros, engine upgrade-es Hera, aki Ashokától kap majd plusz akciókat, így gyakorlatilag egy nagyon reaktív hajó játszik egy teljes lista ellen. Ugye itt az accuracy korrektoros TLT a címmel együtt gyakorlatilag 4 sebet tud okozni körönként Benji Ghostjának, anélkül, hogy bármi esélye lenne ezt csökkenteni. Míg hogyha pedig Benji lő mondjuk elsődleges fegyverrel, range 3-ban, akkor ugye a C-3PO meg egy evade token az majd garantáltan 2-t fölfog, tehát ha csak nem sikerül valahogy jól pestresszelni, beionizálni ezt az ellenséges Ghostot, akkor én ezt így azt mondanám, hogy Leolath seregének fekszik a pálya. Kezdeményt az Benji kapta meg, a bal oldalon lesz, és már ki is tette az első aszteroidát, és megnézzük, hogy hogyan fog alakulni a mérkőzés, meg az aszteroidáknak a felhelyezése. Ugye a nagy hajók ahhoz, hogy szépen tudjanak körbe-körbe szaladgálni, ahhoz szeretnek igazából 3-3-ban felhelyezni aszteroidákat, így egész jól tudnak körbe menni boostolva a pálya körül. Nem tudom, hogy pontosan ezért, vagy egy megfontolásból, de mindesetre Benji oda tesz egyet. Igazából tudom, hogy egyéb megfontolása is van, mert hogyha közvetlenül a sarokba pakolja be a hajóit, akkor van egy elindítása, ahol pont el tudja kerülni a 2-2-be kimért aszteroidákat. Így már beszélgetnek arról, hogy Leolath nézte Benji valamelyik korábbi meccsét, szóval tudja, hogy mire képes az a lista, szóval nem fogja alábecsülni. Közben elkészültek a pályának a összerakásával. Ugye, ha így elindul a Braylen egy 3-3-ennyével, akkor pont el fogja kerülni azt az aszteroidát, amit ott Benji a bal felső sarokba föltett, mert a 2-2-es bal felső sarokba. Ugye konkrétan erre a vasztalidára gondolva, és nézzük meg, hogy hova teszi fel az ellenfele a hajókat vele szemben. És nem lépett, kis technikai probléma. Jó, oké. És át ellenben megy egy Hera Ashokát, ugye nem tudja most majd lőni Benji a Capture Title miatt, tehát az okozhat egy kis kellemetlenséget. Jó. Oké, kezdetét veszi a kör. Elindulnak szépen lefele. Igazából Benjinek nem rossz ez a fölhelyezés, mert itt is van egy folyosója Chopperrel, és itt is van egy folyosója Braylennel. Tehát nem fogják őt zavarni ezek a kis aszteroidák, én úgy érzem. Nézd, csak egy Hera megakad, Ashoka pedig elfordult, de kvázi nem haladt előre sokat, tehát a következőben megint meg tudja akasztani Herát, hogyha úgy tartja az úri kedve. Braylen megy előre, Chopper kicsit belassít, így nem tudom, hogy pontosan miért, tehát a következőben akar majd sokat előre menni, nem feltétlen, ez itt még nem látom át. Ugye most már közben Ashoka összegyűjtött két fókuszt Rayre, tehát hiába ütközget össze-vissza, igazából ő közben tölti fel a réjét, tehát Leolath gyűjti a fókuszait, így
Itt ez nem egy rossz trükk, ez az ütköző stratégia sem, mert ugye ilyenkor az ember általában el szokta veszteni az akcióit, de ez itt egy jól átgondolt terv a részéről is, és szépen működik eddig, mert két kör alatt két fókusz látott a terére. És nem mozdult meg Herával, vagy nem akart megmozdulni Herával. Braylen előre megy, ugye most kap egy stresszet, dobnak rá, nem sikerül levenni a stressz tokent, ugye Braylen már azt a stresszt is leveheti, amit egy piros manőverrel szerez meg. Chopper megy előre 4-et, és itt az a kérdés, akkor most itt már boostol-e Leebo-val, vagy nem boostol, és nem tudom, lesz ebből. Nem gondolkodik rajta. Csak egy ivédet kért. Ugye Hera átállíthatná most a manőverjét, ugye a saját képességével is, meg a navigátorral is, tehát itt még jó kérdés, hogy mi lesz majd ebből a manőverből. Egy balra három enyhét fognak összehozni ebből, ami valami gyönyörűen eltér pont az a soka mellett. Ez valószínűleg vagy nagyon jól látta, vagy pedig másodleg kimérte, de hát ez, na, ez egy kicsit meglepődtem. Ez is szépen befér. És Paul azt mondják, hogy nem tud target lockolni Braylenre, hanem hogy Ashoka most majd adhat egy boost akciót. Adhatott volna Braylennek egy boost akciót, de nem szerette volna, mert hogyha Ashoka előre boostol, hogy tudjon lőni, akkor ugye Braylenben visszastresszel, és akkor dupla stressz kap, és akkor most már nem nagyon boostolna egy jó pár kerék, és akkor Chopper utoléri Herát, valószínűleg game over lett volna a Laolásznak, tehát itt nem volt greedy, és ez szerintem nagyban kifizetődő lehet neki, tehát itt gyakorlatilag már most a következő körben bestresszelve lenne, azt mondom, hogy dupla ionizálva a meccs végéig. Hát ez jó, hogy ezt elkerülte. Mármint Laolásznak jó, mennyire kevésbé. Én biztos, hogy bebuszoltam volna, mert én szeretek ilyen impulzív lenni, és elveszettem volna ezt a meccset. Ugye ez most itt, hát szépen kimondva, ez egy szar pozíció, mert hol lesz a következő körben Hera? Hát itt tipped nincs. Szép szóval megmondva, tipped nincs, hol lesz. Tehát én nem tudom, mit lépnék ebben a szituációban. Igazából nem valószínű, hogy ráfordul a Hera a Chopperre, szóval valószínűleg a Chopperrel valószínűleg előre kell menni a Herának. Nagyon más irányban nem látom, hogy tudna menni. És Benji is úgy érez, hogy előre fog menni. Nem sérült a űrszeméttől, és levette az űrszemét által kiadott stresszt. Braylen Chopper elég lazán fordult, és még busztol egyet, ez szép. Erre egyet menne. Úgy dönt, hogy ütközi Choppert, ami ugye azt jelenti, hogy az ion projektor bekapcsol és ad egy iont Herának. Ashoka átlépett szépen Braylenen, vagy bocsánat, átlépett ugye átlépett Chopperen, és majd adhat akár Herának egy akciót, ha range 1-ben van, mert ugye nyilván mellett mi lehet akciót csinálni. És itt jön a trükk, hogy Benji a kezdemény, ezért ő most adhat egy stresszt Herának, aki leütközte. Ezt nem gondolta végig az ellenfele, egész biztos vagyok benne, hogy ezt nem gondolta végig benne. Mert úgy volt, hogy nagyon leütközi Herát, de látta, hogy majd Ashoka átmegy, ad neki egy akciót és elpusztul. És ezért most kapott Hera is stresszt, és így Ashoka nem tud neki akciót adni. Ugye, ha Ashoka nem lő, akkor ugye csak Hera fog majd tudni lőni, méghozzá Braylenre. Nekiállna a TLT-vel lövöldözni, ugye igazából van egy kicsi esélye Braylennek, hogy kivédje, és pont egyet kivédett. Másodikat nem, aztán még egyet lőnek. És összesítve bement három seb. A három pajzs lement Braylennek. Igazából az, hogy egyet kivédett, az nem annyira rossz. Még egy fókusz lesz Rayen. Valaki szépen gyűlne, tehát már van négy fókusz, tehát a játék végéig elég lehetne szinte. Kis túlzással. De most pirosat
nem mehet híra, vagy akkor ugye ebből egy fehér kettes lesz. Már ez ugye fölfedhet pirosat, és akkor átállíthatja talán másik pirosra, amit még talán átnavigálhat. És az egy ilyen, ilyen bonyolult dolgokról, ugye gyakorlatilag váltasz valamit hírának, aztán ugye talán azt jelenti, hogy egy kettes derékszögre át tudod állítani, de nem nagyon akarsz kettes derékszögre szem eleve menni. Brillen a képessége megint működésbe lépett, így levet, de azt az este szét, amit volt, pedig fehéret ment, ugye ez hát, ha meglepi majd kicsit a leolátot. Chopper megy egy 3 enyhét. Nagyon sok minden nem fog majd tudni csinálni, szóval ott marad. Target lockolja a hírát, az ugye az a hang miatt az duplán jó az a képesség. Én hírával leütközni most nem tenném el mégsem, mert ugye az azt jelenti, hogy hogy azt jelenti, hogy kaphatnék még egy nyilat, és kaphatnék még egy stresszt, és az probléma lenne. De ő nem, ő is azt mondta, amit én elsőre, és inkább leütközi. Leütközte Choppert. Ha most ezt beionizálja, akkor ez nekem game over körüli állapot lehet gyakorlatilag. És Benji már mosolyog, mert most tudja, hogy most, ha itt most megdobtam az ilyen projektot, akkor szerintem majdnem megnyerte volna ezt a meccset, így fixen. Ezzel együtt ez nem jött össze, hát az egy kettőből kétszer összejött volna, az kicsit valószínűtlen. Így sem rossz. Asóka kap egy fókusz, amivel nem fog tudni mit csinálni. Hera ugye kap egy második stresszt, tehát neki most már kellően sok stressz lesz. Ellenben Braylenre elkezdenek lövöldözni, kap egy hitet, kritet Braylen. A krit az Dimitri Sender elejé, tehát Braylen nem akciózhat. Csak ugye olyan kritet, fordít, olyan krites akciót csinálhat meg, ami ugye Dimitri kártyán van. Ezzel együtt tud lőni, élni Braylen, mert mennyire valószínűleg, ha tud lőni, akkor dupla stresszelé. És úgy láttam, hogy megvan, szóval megy 3 seb a sókába. Tehát a sebzés bevitelben kicsit le van maradott Benji, de ellenben ez a szuper mozgékony era az már majdnem teljesen hatástalanítható a 3-os lesz. De lassan meg kell kezdeni a sókával csinálni valamit, ami ugye probléma lesz, mert a tanácsaiban a sóka egy lépésből leesetne. De lassan már nincs más választásra, szerintem leválasznak. A következő kör az egy nehéz lesz, hogy mit tegyenek. Ugye... Én nem látom, mit kéne csinálni. Egyik játékos esetén sem látom, ez nem egy nehéz felállás. De Brillennek... Brillen trükkösen ment előre egyet. Chopper nagyon szépen még megfordul, hogy pont a pályán marad. Ugye ezt nem tudja leütközni Hera. Egyelőre itt megy csak Hera. Levesz egy stresszt. Asóka így befordul. És most valószínűleg Hera le akarja majd ölni Braylent. Chopper pedig be akarja majd ionizálni Herát. Én erre számítanék. Ugye most lőni fog Asóka erre. És bele is sebez 3 pajzsot. Asóka Vélet megpróbálja lelőni. Nem sikerült elpusztítani a Darkot, még élni fog. Na most kire lő először Chopper. Elsődleges előhely. Rára, mert én, az én fejemben megfordult volna naivan, hogy megpróbálom elsőre beionizálni Herát, ami szinte biztos, hogy sikerül, mert ugye nem védekezik, tehát elég nem 3 blanket dobni, meg akkor is ott van a Fire Control System által adott target lock, tehát pontosabban az akcióból kér target lock, de ugye hal segítségével jó esélye, hogy az ember csinál valamit 3 kockából. És elsőre Hilára rálőni egyet, és aztán Asokára ionizálni. Mert most így nem is tudom, hogy mi lesz a célja Benji-nek, mert a következő körben, ha ionizálja is Herát, aztán majd Herá fog menni.
Szóval most uhú, szépen bevisz egy kritet Herába. Ez nagyon szép eredmény. A derékszegek pirosak, ami ugye probléma. Ez ugye probléma a Herának kifejezetten. Braylen is lő Herára. Ott van egy target lock, az újra lövék. Ott még a fókusza is volt. Jaj, nem fókusza volt, ugye a title ugye van hátrafelé. Hátra egy fókusz be tud állítani. Ez nagyon szép. Direct hit. Mi ennyi élet van ennek az Asokának? 5 élet nem maradt már csak. És még jön a körvégi Eon, tehát ez 4 élet nem marad Asokának. Szerintem most már csak 4 élet maradt, egyet nem vontak le, bízom be, hogy ezt nem fog számítani. Elvétlen a kártyát kihúzták rá. Braylen, úgy van vele, hogy ő már nem akar visszafordulni a pályára, hogy még ha egy körben lő, akkor azonnal megvannak. Chopper előre megy. Itt ugye jó esélye blokkolja majd Herát is, meg Asókát is. Stressz kapott, de már annyira nem érdekli, ugye kellő mennyiségű módosítása lesz. Ilyen. De az iniciálé a kezdeményezés vagy úgy jön ki, hogy most nincs értelme gurítani az ilyen projektorra, mert ugyanúgy leesne, az előbb a Benji Chopper-re tudja rátenni az Ion-t a Herára, és aztán mivel a Hera már ionizálva mozgott, leesik róla az összes Ion token, tehát az is, amit ebben a körben szerezne. Ahsoka megy Braylenre. Ugye Liolát panaszkodik, hogy hopp, kidroppolta volna a zebet, és aztán Benji azt mondja, persze, tehát ki, mert már egy párszor megcsinálta. Nagy nehezen kitették azt az egyenest. Mégis trükkös. Trükköt alkalmaztak arra, hogy hogyan mérjék ki a szavakat tenni. Jó pofa. Na mindegy. Szóval Asokának van sok akciója, valószínűleg ha lelövi a Braylent kapásból, akkor az nagyon jó a Liolafnak. Megbeszéltek, hogy Herán csak 4 élete van. Asoka. Asoka úgy döntött, hogy neki nem költi el a fókuszt, mert mi van, ha nem lövi ki Braylent, meg egy Chopper rádió Asoka, tehát nem költheti el a fókuszt. És Braylent kivédekezt azt egy sebet. TLT-vel fognak leveldözni, egy seb. Ugye TLT az fixen megöli, anélkül, hogy dobni kellene. Azt így Benji felhívta az ellenfele figyelmét, hogy akkor az így biztosan megöli. Braylen meghalt. Chopper lő Asokára, és Asoka ezt túlél jó esél. Egy krit így is bemegy. Egy krit így is bemegy, átteszik a Fire Control Systemnek a target lockot, vagy amíg oda akar majd lőni Benji jön lágyúval. Na mi az? Lose Stabilizer, az ő kap egy stresszt. Uhú. Nem az. Zeb lő Chopperre. Chopper ugye egyen védekezik. End of combatba ugye lőhet Chopper Asokára. Még egyet Ionnal. Ez ugye valószínűleg újra tudja az egészet a 3. És ez kivédte Asoka, és ez fontos volt, hogy kivédje, mert hogyha ezt nem védte volna ki, akkor a két kör múlva leesett volna, ugye most még egyet előre ment volna. De a Lucy Blazer az nem stresszt ad? Nem tudom, ha mindegy. Nem, miután fehéret mész, azután kapsz egy stresszt elnét, és az a Lucy Blazer, nem amikor egyből stresszt kapsz. Na, mindesetre ez egy nagy segítség lett volna Benji-nak, hogy most bejonizálja az ellenfelét, ez nem jött össze teljesen, ezzel együtt ez nem rossz. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Az a baj, hogy most így pont nem halt meg Hera, és pont nem fog leesni Hera.
most az evés elkezd lőni ez a choppert. Chopper ott van a trükkös, ahol volt. Hera megpróbál három tankra elfordulni. És ugye hátra nem tud lőni Chopperre, mert már kidobta a saját zebét, ez trükkös. Ez igazából egy jó trükk, ez szép. Ez most szépen csinálta a Benji, ezt leesett, hogy mire jó ez neki. Ezt csúnyán benézték, mert ez most nem lőhetett volna, itt most nem lőhetett volna Hera, kidobta a saját zebét. Hát ez ciki, két WCX játékos is mind a kettőszer rontotta. Bizony benne, hogy majd valamikor rájönnek menetkező, hogy hoppá, nem történt volna. Nem is lőhetél volna, ne örülj annyira. Na, ott Ashokára megy 4. Ashoka leesik. Ugye ez a Benji-nek ez a kontrollistája 100%-ig hatáslanította alapvetően ezt a Ashokás trükköt a listában. Ez egy szépen kijött. Mindenesetre most elkezd lőni ez az ebb, és hirtelen rosszul áll a szénája. De most Benji dönthet, hogy kire fog ionizálni. De én most megmondom őszintén, nem látom át a szitut, hogy akkor most tényleg a Herán van egy Dion, akkor oda kell lőni Dionnal. Akkor oda lősz Dionnal is kész. Akkor ezt ugye a következő körre a target lock kitevése miatt csinálhatta Benji. Benjinek most ott eszébe, hogy nem tudsz fehér derékszöggel visszafordulni Hera. Úgy, és plusz 3 élete lenne, ha nem tudsz volna lőni, és akkor most leionizálta volna. Hát ez így. Ez egy két hiba, itt nem tudom, már biztos elfáradt, hogy... A Chopper szed még egy stressz, mert szereti. Azt mondja, hogy most lehet, hogy ki kéne dobni a saját zebét, de nem fogja. Erre pont nem esett le. Ez nem lesz. Én biztos csak egy enyhét mentem volna. Valószínűleg megpróbál TLT-zni. És range egyben van, szóval nem tud dobni. Ott van állított egy console fire is. Benji van egy console fire, jól van. 5v0-val dob Benji, és lelövi a Herát. Na, oda lő Zeb. 3, meghalt a Benji-nek a chopperje. Kilövik azt az ebet, kidobja az ebet, olyan dobja ki, 4 visszafordulóval. Ugye itt most egyre kevesebb élettel indul az eb. És így azzal együtt ez a 10. kör, meglehetősen szoros a végére, bár ugye egy komoly hiba után, amikor hagyták, hogy hátrafele lőjön a Hera, nem lőhetett volna, mert már kidobta a saját fantomját. Itt nem a legjobb szerintem az, hogy Benji a kezdeményezés, sőt mondhatnánk, hogy elég rossz, mert ugye így esetleg átdodzsolni tudja az ellenfél zebje, de mindesetre most ez valószínűleg nem áll fent. Most ugye lehetősége lenne a Chopper crew-val akciót végrehajtani Laulát zebjének, és Benji próbálja rábeszélni, de nem sikerült. Két sebet próbál bevinni Benji zebje az ellenfél zebjének, egy pajzs lesz ebből, és a visszalövés pedig kivédte. Most nagyon nagy pekje van, hogy ugye nem tud vissza 4K-zni Benji, mert ő lép előbb. Így kíváncsi, hogy milyen manővert választ, amivel esetleg tudná lőni az ellenfél zebjét. Ezt még abban sem vagy biztos, hogy itt nem lehet, sajnos. Jól hogy a következő körben se tud szépen megfordulni. Benji beszélni ezt a narancsárgára saját. Az ebbét, hogy könnyebb legyen megkülönböztetni.
Egy, de részig ez nem tudom, mi volt, jó? Csopperes berelról csinál, hogy biztosan, hogy biztos ne sebződjön. Előtte megnézhették volna, hogy tudja lőni. És Benjinek itt megint egy szerencsém, hogy az ellenfele kiblenkelt, hogy ahelyett, hogy még egy fókusz kért volna, de Benji meg megint megdobta két ivédet. Itt nem tudom, itt meg kicsit veszélyesen játszik mind a két játékos. Ez így szépen összejött. Itt nem vagy benne biztos, hogy a Leolaf Zerbiet tudja lőni Benji Zerbiet. Talán pont az a két pont. 4v2, ez nem elég. Ez nem elég, egy seb bemegy. Visszalő fókusszal, 4. Ennyi, vége a meccsnek. Hát ez egy szoros meccs volt, de sajnos... sajnos azért lett ennyire szoros, mert Benji szemtökéből sajnos ennyire szoros, mert nem figyelt. Ezzel együtt szerintem egy érdekes meccs volt. Érdemes volt megnézni, ha valakit végig kísérte. Tanulság az, hogy van már egy pár bonyolultabb játékmechanizmus, aki ugyanezt a listát játszik, gyakorlatilag az is el tudja felejteni, anélkül, hogy most itt csalni akarna, vagy bármilyen rossz indulati szándék lenne benne. Ha valamiben nem vagyunk biztosak, akkor nyugodtan kérdezzünk meg mindig az ellenfelnél, hogy te itt nem kéne neked most, nem tudom, egy több kockával több eldobnod, kevesebb eldobnod, nem volt egy olyan kritet, hogy vagy bármilyen félreértésre lehetőséget adó dolog van, nyugodtan kérdezzük meg az ellenfelüket, tisztázzuk a dolgokat, és akkor az asztalon remélhetőleg kevesebbszer fordul ilyen meccs elő, ahol kis szabály elfelejtés miatt jelentősen befolyásolja a játékállást, a végkimenetelt, egy elfelejtett módosítás, egy elfelejtett lehetőség. Ez itt a Vörösötös X-Men YouTube csatorna volt, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, kövessetek minket Facebookon, olvassátok a blogot, és hallgassátok a podcastet, és addig is, amíg legközelebb találkozunk egy újabb videó keretein belül, addig a Vörösötös készen lét.